84 orvos döntött úgy a Péterfi kórházhoz tartozó baleseti intézetben, hogy nem vállalja tovább a heti 12 órás önkéntes túlmunkát. Az esetet a Röntgen blog írta meg. A döntés mögött állítólag az áll, hogy a kórház altató orvosai magasabb bérért dolgoznak, mint a baleseti sebészek. Lénárd Ritát kérdezzük. Aki maga is főorvos, belgyógyász, jó estét kívánok, és az újrakezdés csoport tagja. Újra tervezés csoport tagja, bár újra kezdenünk is lenne mit szerintem ebben az országban bőségesen, de hogyha ez a neve, akkor ne kereszteljem át. Engem egy egészen másik dolog érdekel először, mint az, hogy milyen bérfeszültség van, mert arról tudunk beszélni, és ez egy értelmezhető dolog. Azt mondják ezek az orvosok, hogy testületileg mindegyütt, hogy ami igazán fájni fog a kórháznak az az, hogy mostantól betartják az ANTS minimum szabályait legalább. Eddig mi történt? És mit nem tarthattak be? Ahhoz, hogy a napi munkát elvégezzék, ahhoz bizony át kell hágni ezeket a szabályokat, és ez vonatkozik az összes egészségügyi dolgozóra. Túl azon, hogy nem vesznek ki pihenőidőt, folytatva olyan minimum feltételek hiányán, mint hogy nincs az orvossal asszisztens, folytatva azzal, hogy esetleg olyan körülmények között gyógyít, hogy nincs fertőtlenítő, sorolhatnám azokat a hiányosságokat, amik nap mint nap a sajtóban is nyilvánosságot látnak. Ez az egyik dolog, amiért az újratervezés egyik fő szempontja az, hogy a betegbiztonságot meg kell teremteni. Most pont ezt akartam kérdezni, hogy erre nagyon könnyen lehet mondani, és értem is, hogyha valaki azt mondja, hogy miattunk lépik át ezeket a szabályokat, nem azért, csak, hogy mi ellátást kaphassunk, mert hogyha nem, akkor nem lesz ellátás. Van egy másik oldala, miattunk kéne azt mondani, hogy így nem. Igen, de nem csak önök miatt, nem csak a betegek miatt, saját magunk miatt is. A fiatal orvosok úgy fogalmaznak, hogy minden munkanapjukon fél lábbal a börtönbe vannak. Ha egy szemész rezidens beosztanak az SBO-ra egyedül, akkor ő fél lábbal a börtönbe van, hogy miért vállalta el. Osztják be őt? A sürgősségi betegellátóra például. Mert hogy neki nem ez a szakmája, ha igen, jól értem. És egyedül nem dolgozhat a rezidens. Tehát akkor azt kell mondani, hogy nem vállalom. Csak akkor elúszik a szakvizsgája. Ez is egy minimum feltétel, hogy szakorvosnak kell beosztva lenni vele. Tehát azok a minimális feltételek, amik részben az ember anyagot jelentik, a szakembergárdát, illetve azok a feltételek, amik a tárgyi feltételek. Hogy oldják ezt meg, hogyha nincs megfelelő szaktudás mondjuk egy ügyeletben lévő orvos mellett? Akkor, ha erre mégis igénye van, mert hogy egy olyan beteggel találkozik, akinek a problémájára hirtelen nem tudja a választ, akkor felemeli a telefont? Jó esetben igen, és azért telefonos segítség szokott lenni, de azt gondolom, hogy ez nem egy vetélkedő műsor, tehát az életet nem szabad veszélyeztetni. Tehát van egy olyan pont, amin túl azt kell mondani, hogy ezt nem vállaljunk. Azért ez így, az én esetemben ilyet mondok, az furcsa, az ide hajmeresztő. Tehát, hogy mondjam, belegondolni abba, hogy az ember bemegy a kórházba, találkozik egy orvossal, azt hiszi, hogy az orvos ért hozzá, mert tehát orvosi vizsgája mégiscsak van neki, és nem ért hozzá. És ezt én nem fogom megtudni soha az életbe. Szakmai szabályok vannak, amiknek a betartásával olyasmit csinál, amire kompetens, tehát megvan rá kompetenciája. Ennek megvannak a feltételei. Egy sebész esetében az, hogy önállóan operáljon, ahhoz bizonyos számú műtétet el kell végezni. Ha ez nincs meg, akkor még nincs szakvizsga, akkor önállóan egyedül nem operál. De mégis szokott? Ezt mondják, most ezt hallottam, hogy az egyik ok az volt, hogy eztán nem engedik a szakorvosi jelölteket önállóan. Tehát ez most, amiről itt szó van, az az, hogy betartanak minden szabályt, ez egyfajta munkalassítás, igen, én ezt értem. Igen. Másfelől pedig az a minimum, aminek a megkövetelése minden orvos érdeke a betege miatt is. Ez így van, csak ezt nem tudjuk elérni. Hogy nézhették be? Tehát hogy lehetett elnézni a fölött, hogy ezeket nem tartja be az egészségügyi rendszer maga? Első körben mindenki nyilvánvalóan a saját kórházában vagy munkáltatójánál próbál elérni eredményeket. És ezt már megkaptuk egyébként még anno Ónodi Szűcs Zoltántól, hogy miért veszünk részt benne, hogyha azt mondjuk, hogy a kórházi fertőzések azok a fertőtlenítőszerek hiány és egyebek miatt vannak, akkor miért nem lázadunk. És akkor jött elő az 1001 orvos, annak idején ebbe az orvoscsoportba is benne vagyok kezdetektől, azzal a levéllel, amelyen nagyon nagy média visszhangot kapott, hogy többen halnak meg kórházi fertőzésben, mint autóban esetben. Mit tudunk tenni? Például ez ügyben változott valami?
sok minden változott, tehát azért egy olyan terv napvilágot látott, amit ha betartanak, akkor nagyon rendben lesz minden. Tehát, hogyha azokat a fokozottan... Ha betartják, és jövő időben? Tehát még, igen, mert egyelőre nem látom, hogy be lenne tartva. Tehát én most se látom azt, ha bemegyek egy bármelyik kórházba, hogy ott van szabadon elérhető fertőtlenítő. Budapesten legalábbis nincs, tehát a vidéki kórházok ebből a szempontból jobb. Azt mondja meg nekem, ezzel mennyit segíthet egy osztályvezető orvos? Mennyit segíthet egy igazgató? Mennyire múlik ez az ügyeletes orvoson? Tehát mennyire kiabálhat az ügyeletes orvos, hogy nincs fertőtlenítő, addig nem veszem át az ügyeletet, amíg nincs. Most butaságot mondok biztos, mert nem vagyok orvos, és nincs ebben rutinom, de logikusnak tűnne, hogy ezt meg lehet tenni. Igen, végül is ezzel az alapon meg lehetne tenni, hogy aztán ennek milyen következménye lesz, az egy másik kérdés. Ügyeletes az valóban maximum ennyit tud csinálni. De azt gondolom, hogy még az osztályvezetőnek és a kórház igazgatónak is meg van kötve a keze a mai viszonyok között, hiszen egy állami egészségügyünk van, de mégis a finanszírozás annyira elmarad, hogy állandóak az adósságok. Tehát gyakorlatilag próbálkoznak valahogy lavírozni, hogy ezt rendelek, azt nem rendelek, melyik ujjam harapjam meg, mondhatom így. Tehát itt ezeket az úgynevezett minimum feltételeket biztosítani kellene, és ezt ellenőrizni kellene, és valóban a betegbiztonságot meg kell teremteni. Azt gondolom, hogy ebben mi orvosok azt tudjuk tenni közösen, amit megpróbál ez az újratervezés, hogy miután az összes gyakorló orvos a kamara tagja, ha összefogunk, és nem 84-en mondjuk föl az önkéntes túlmunkát, hanem 18 ezeren, akkor muszáj lesz valamilyen lépéseket tenni. Egy ilyen szervezés elkezdődött? Ezt kezdjük, ezt próbáljuk tenni, hogy összefogjuk az orvostársadalmat annak érdekében, hogy a saját magukért is, a betegekért is fel tudjuk. Ők 84-en a Péterfi Kórházban, egészen pontosan az ahhoz tartozó baleseti ellátórendszerben, a baleseti intézetben most példát mutatnak, vagy kétségbe esettek, és így alakult? Kétségbe esettek, azon kívül azt gondolom, hogy sok ilyen helyi dolog van, csak nem tudunk róla. Tehát azért ezek a nagyon nagy bérkülönbségek kialakultak, és ezek egyéni alkuk mentén alakultak ki. Mert ugye arról van szó, hogy ugyanazért a munkáért tulajdonképpen, mert ugyanabban a műtőben dolgoznak, igen, az anesteziológus, tehát az altatóorvos, százezrekkel többet kap hónap végén, mint a maga az operáló orvos. De ez egy megfordult trend, mert ugye régen a sebész a nálapénzt lényegesen többet keresett, részint ez változott, vagy nem akarják elfogadni, és valóban szeretnék nagyon helyesen egy stabil bérre felcserélni. De a cél az lenne, hogy ne egyéni alkuk legyenek, mert az nem oldja meg a problémát. Most ott lesz elég orvos, megkapják ezt a fizetésemelést, meg a másik helyről is majd oda mennek, akkor ott lesz a hiány. Tehát a rendszert kell átalakítani, és nekünk ebbe közösen kell fellépni. Én ezt gondolom. Sok ilyen bérfeszültség van? Ugye a Honvéd kórházban lehetett a szalonna sürgősségi osztálynál, hogy ott hirtelen lett bérrendezésre, béremelésre pénz, az összes többi meg nem kapott. Én azt gondoltam, hogy az összes többi fellázadt, de ennek nem volt híre. Nem, mert sokan helyileg megoldják, és minden egészségügyi intézményben bérfeszültség van, ezt kimerem jelenteni. Minden egészségügyi intézményben. Köszönöm, hogy ezekről beszélhettünk. Várom máskor is. Nem sokára folytatjuk az MTA ügyeivel itt az Egyenes Beszédben.